Jelenleg is dolgoznak a szakemberek a Pozsonyi úti kerítés szakasz felújításán. A régi falat a nyomvonal nagyobb részén már elbontották, a következő hetekben pedig elkezdődik az új kerítés szakasz megépítése. A munkálatokra nettó 34 millió forintot fordít a temetkezési vállalat. Várhatóan jövő héten az első kerítés elem szállítmány, egy kamionnyi szállítmány megérkezik, úgyhogy annak a beemelése fog történni. Utána pedig a meglévő, még ki nem bontott kerítés szakasznak a további eltávolítása, illetve hát a további kerítés elemeknek az alapozási munkái fognak folyni. Ősszel további beruházások kezdődnek a temető területén. A vízvezeték rendszer felújítására 7,6 millió forint hasznosul, a többi városi sírkertben pedig összesen 2-3 millió forint értékben karbantartási, festési munkák indulnak. Szeptember-október hónapban a már említett régi vízvezeték szakasz lesz kiváltva az északi temetőben. Annak idején 40-es években, illetve 50-es években már voltak részleges cserék, de van egy olyan előregedett régi szakasz is, vagy több szakasz is, amelyeket ki kell cserélnünk. Ez is meg fog valósulni a kora ősszel, illetve a város környéki temetőkben, nevezetesen az orosi temetőben a ravatalozónak a felújítása, festése, a csatorna hálózatának a bádogos ipari munkái, valamint a haranglábnak, ami egy faszerkezet, a haranglábnak a impregnálása, felújítása, felfrissítése fog történni, valamint a Sóstóhegyi temetőben szintén a ravatalozó fa szerkezetének a felújítása, javítása meg fog történni az ősz folyamán. A kerítés építési munkákat várhatóan Minden Szentek ünnepére befejezik a szakemberek, így mindenki korlátozás nélkül látogathatja szerettei sírhelyeit az északi temetőben.